Sziasztok! A gyereknevelés kapcsán volt régen egy olyan elképzelés, hogy nagyon sokszor mondjuk a gyereknek, hogy te senki vagy, te semmit nem tudsz, akkor ezáltal ki fogunk hozni a gyerekben az, hogy be fogja bizonyítani. Egy nagyon akarat, el fog indulni azon úton, hogy ő majd be fogja bizonyítani a szülőnek, hogy nem igaz. Ő nem egy senki, ő sokat tud, és sokat fog tudni elérni. Ez volt egy ilyen elképzelés. Aztán rájöttek, hogy sokkal nagyobb esélye van sajnos arra, ha sokszor mondok a gyereknek, te egy senki vagy semmit nem tudsz, hogy a gyerek azt fogja mondani, igazad van, én nincs tehetségem, nem értek semmihez, tényleg semmi vagyok, és tényleg ez a gyerek el fogja hozni, el fogja fogadni ezt a helyzetet, és azzal a meggyőződéssel, hogy tényleg ő senki. A Hagádában foglalkoznak a négy gyerekkel. A második gyerek az a rossz. Mit válaszolunk ennek a rossz gyereknek, aki azt mondja, hogy ő távol tartja magát, ő nem része az egész ünnepségnek. Azt mondjuk neki, Lieve Leu, Illuhai, Sam, Leuhai, Nigol. Azt mondjuk a gyereknek, hogy figyel, az örökké való minket szabadított ki Egyiptomból. Vellem és nem vele. Mert ha ő is ott lett volna, ő nem szabadult volna ki. És ez nagyon furcsa, hogy ez a válasz a gyereknek. Itt van egy gyerek, aki eltávolodik a zsidóságtól. Úgy érzi, hogy neki semmi köze nincs az egészhez. Erre azt mondja neki, igazad van, tűnjen el innen, mert neked semmi közed nincs ehhez, mert ha ott lettél volna, nem is szabadultál volna ki. Hol a logika ennek? Erre az egyik haszid mester azt mondta, nem erről van szó. Teljesen más üzenetről van szó itt. A gyerek úgy érzi magát, úgy érzi, hogy ő valahogy ez nem az ő útja, nem kapcsolódik, nincs esélye már erre. Erre inkább eltávolodik. Erre azt mondjuk neki, ha mi ilyen hozzáállással lettünk volna Egyiptomban, akkor nem szabadultunk volna ki. 210 év rabszolgaság után sokkal könnyebb lett volna mondani magunknak, reménytelen, mi már nem tudunk szabadulni, mi nem vagyunk képesek élni egy normál életet, és nem a rabszolgaságban. Akkor nem szabadultunk volna ki. De nem ezt tettünk. Amikor Mózes azt mondta, van lehetőség kimenni, igen, indulni szeretnénk, képesek vagyunk, fel fogunk építeni a saját országunkat, saját földünket. Aha, az mindig is van remény. És ezt mondjuk a gyereknek, ne fogadj el, ne higgy el, hogy reménytelen vagy. Tessék csak visszajönni, mert itt a helyed, és sikeres leszel a zsidóságon belül. Köszönöm szépen.